Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják. Főbb híreink néhány mondatban. Kiraboltak egy pénzintézetet Pécsett, személyi sérülés nem történt. Családi napot szerveztek a koraszülöttek világnapja alkalmából a szülészeti klinikán. PVSK utánpótlás, kemény munka folyik az új csarnokban. Kiraboltak egy pénzintézeti fiókot kedden délelőtt Pécsett a Komlói úton. A rablás során személyi sérülés nem történt, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság megkezdte a nyomozást. A rendőrség közlése szerint a feltételezett tettes egy 60-65 év körüli, vélhetően sántító férfi. Bement a pénzintézetbe, majd szájmaszkkal az arcán egy papírlapot rakott le az asztalra, amelyen az állt, hogy fegyver van nála és pénzt követel. Miután megkapta a pénzt, elmenekült a helyszínről. Az eset során nem sérült meg senki. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság megkezdte a nyomozást az ügyben. A rendőrség mindent megtesz annak érdekében, minden olyan szükséges intézkedést bevezetett, amelyek azt szolgálják, hogy minél hamarabb kézre kerítsük az elkövetőt. A rendőrség órákon keresztül helyszín a pénzintézetben. Adásunkig egyelőre nem tudni, hogy a feltételezett elkövető mennyi pénzt tulajdonított el a mögöttem látható bankból. A város kivezető útszakaszait lezárták, emellett fokozott rendőri felkészültségre lehet számítani. A Pécs TV-t Baranya Bence Boton tudósította. Magyarországon átlagosan minden tizedik gyermek koraszülöttként látja meg a világot, azaz a terhesség 37. hete előtt születnek. November 17-e a koraszülöttek világnapja. Ennek kapcsán hétfőn a Pécsi Szülészeti Klinikán szerveztek családi napot a koraszülött gyermekeknek és szüleiknek. Ismerősek lehetnek a dallamok a gyerekeknek, hiszen Virág rendszeresen tart zeneterápiás foglalkozást a pécsi koraszülött osztályon. Most nem a kórtermekben száll az ének, lila lufik közt mondókáznak a szülők és a babák. A koraszülöttek világnapja november 17-e. Ennek másnapján családi napot szerveztek a Pécsi Szülészeti Klinikán, ahova minden olyan családot vártak, akiknek gyermekeit itt a Pécsi Szülészeti Klinika neonatológiáján kezeltek. Mivel Pécsett az egész Dél-Dunántúl területéről érkezőket ellátják, sokan akár 100 kilométeres távolságból jártak a kezelésekre. A Darányi Panka közel fél éve a 34. hétre született. Édesanyja szerint a hirtelen izgalomban nagy segítséget nyújtott a szakértők megnyugtató hozzáállása. Az intenzív osztályra a doktornő eljött és megnyugtatott, hogy minden rendben van, rendben lesz minden osztályon, mind az intenzíven, mind a gyerekágyon, a nővérek mindig megkerestek, mindenbe segítettek. Hazánkban átlagban minden tizedik gyermek koraszülöttként látja meg a napvilágot. A PTS Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika neonatológiai tanszékén évente mintegy 500 koraszülöttet vagy beteg újszülöttet ápolnak. Ezen belül az 1500 g alatti születési súllyal születettek száma 100 körüli. Közülük minden negyedik baba 1000 g alatti születési súllyal jön világra. 3 intézmény vagyunk, ami azt jelenti, hogy végül is a legintenzívebb ellátás tudjunk nyújtani ezeknek a koraszülött babáknak. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy vannak beteg érett újszülöttek is, vannak olyanok, akik nehezen jöttek a világra például, és akkor ilyen egész testhűtés, arra van például lehetőség itt Dél-Dunántúlon csak nálunk, vagy olyan készülék, olyan bizonyos gáznak a belélegeztetésére, ami szintén segíthet a túlélésben. A koraszülöttek világnapja alkalmából a Pécsi Tudományegyetem 5. alkalommal ünnepel a koraszülöttekkel és a szülőkkel együtt, hogy a figyelmet a koraszülöttekre és családjaikra irányítsák. A világnap közös kampány színe a lila, ami a remény, az érzékenység, az együttérzés, a hit és a bátorság szimbóluma. Ezért a hétvégén a Pécsi TV-torony is lilába öltözött. Gödrei általános iskolás diákok látogattak el a Pécs TV-hez. A továbbtanulás előtt álló tanulók megnézték a stúdiókat, megismerkedtek a műsorgyártás kulissza titkaival, sőt még műsorvezetőként is kipróbálhatták magukat. Érdeklődő csapat lepte el a Pécs Televízió híradó stúdióját hétfőn. Az ömmel 8-os tanulók a Gödrei Általános Iskolából érkeztek, hogy bepillantsanak a televíziós műsorkészítés folyamatába. A látogatás során a gyerekek végigjárták a különböző technikai helyiségeket, végignézték a műsorgyártási folyamatokat, kipróbálták a kép és hangrögzítést, sőt megismerkedhettek a műsorvezetéssel is. Ez utóbbiban bárki kipróbálhatta magát, beülhettek a híradó díszletbe, és a súgógépet is használhatták. Igazából jó pár dolgot tanultam, amit úgy alapból nem tudtam, hogy működik.
például? Például, hogy a hangstúdióban nem tudtam, hogy ilyen a hangzás. Tehát, hogy tapsoltunk itt kint, hogy az hogy hangzott meg bent is, teljesen másképp. A tanulók az EFOT pályázat keretében látogattak el a stúdióba. A programmal szeretnék elérni, hogy a gyerekek minél szélesebb körben tájékozódjanak a különböző szakmákról és elhelyezkedési lehetőségekről. A pedagógusok szerint a legkülönfélébb foglalkozásokat is érdemes megismertetni a diákokkal, mielőtt a továbbtanulásról döntenének. Nagyon pozitív, hogy kimozdulhattak egy kicsikét az iskola keretei közül. Azt gondolom, hogy nem voltak még ilyen helyen, tehát biztosan nagy élményekkel fognak hazatérni. A gyerekek a kezdeti visszafogottság után kipróbálták a legkülönfélébb stúdiómunkálatokat. A saját szemükkel győződhettek meg arról, hogy milyen csapatmunka szükséges a televíziós műsorok elkészítéséhez. A látogatás végén többen jelezték, hogy szívesen tanulnának tovább televízió szakirányban, és örömmel dolgoznának televíziósként a jövőben. Különleges jótékony akciót talált ki a Filming in Pécs csapata. Vállalják, hogy rögzítik és elküldik a Mikulás személyre szóló videóüzenetét a gyerekeknek. Az akcióval a Pécsi Jótékony Nőegyletet támogatják, akik a befolyt összeget hátrányos sorsú gyermekek étkeztetésére fordítják. A videóüzenetek elkészítéséhez az alábbi információk megadása szükséges. A gyermek teljes neve, beceneve, életkora, olyan kiemelkedő tulajdonság, eredmény, cselekedet, amely említés reméltó, illetve olyan tulajdonság és cselekedet, amelyen jó lenne változtatni. Az adatokat legkésőbb november 20-áig az info@pecsinoegylet.hu e-mail címre kell elküldeni. Részletek a Filming in Pécs Facebook oldalán. Karácsonyra készülve a Magyar Élelmiszerbank Egyesület november 22-e és 24-e között várja a lakosság élelmiszer adományait. Országszerte mintegy 120 településen több mint 200 áruházban gyűjtik a tartós élelmiszercsomagokat. A hagyományos karácsonyi akcióban 5000 önkéntes vesz részt. Az összegyűjtött adományokat az Élelmiszerbank a gyűjtőhelyek közelében élő rászoruló családoknak juttatja el. Az adománygyűjtő pontokat a nagyobb áruházakban találják meg a segíteni szándékozók. Sporttal folytatjuk. Már javában zajlik a munka a Pécsi Vasutas sportkör új verseny utcai csarnokában. A nyár végén átadott létesítmény a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia sportolói mellett az iskolásokat és a versenysportot is kiszolgálja. A PVSK U14-es fiú csapat edzésén járunk, Stranszki Bettina együttese a második helyen zárta az alapszakaszt a bajnokságban, ami ennél is örömtelibb, hogy lassan már 3 hónapja, hogy kifogástalan körülmények között az új csarnokban készülhetnek a kosarasok. Sokkal jobb, mint amik voltak tavaly. Heti 5 edzés volt, heti 5 különböző helyen, a mostani sokkal rendezettebb. Az U14-esek mellett a PVSK több mint 15 korosztályú fiú és lánycsapatai készülhetnek itt délutánonként. Az épület délelőttönként az általános és középiskolás diákok mindennapos testneveléséhez, este pedig a versenysport edzés lehetőségéhez biztosítja a helyszínt. Mi csak saját nevelésű PVSK-s és pécsi gyerekekkel dolgozunk, természetesen egy-egy korosztályban vannak máshonnan is gyerekek, de azt kell, hogy elmondjam, hogy a mag az az a mag, akiket kiválasztunk az általános iskolás és kisiskolás korban, és mi büszkék vagyunk arra, hogy velük próbáljuk meg elérni azokat a sikereket, amiket esetleg elérünk. Ehhez a kiváló edzés körülmények mellett a példaképekre is szükség van. Fiú vonalon ebben nincs is hiány, hiszen a PVSK Veolia remekül szerepel a bajnokságban, fantasztikus a hangulat a hazai meccseken, és a klub történetében először idén a nemzetközi porondon is bizonyít a gárda. Az első osztályú pécsi női kosárlabda csapatról viszont ezeket sajnos nem lehet elmondani. Azért a régi időkben, amikor volt egy olyan felnőtt csapat, amikor több ezer nézőként volt, az egy plusz motivációt adott, és volt jövőképe egy játékosnak, hogy hova szeretne eljutni. Ugye voltak példaképek, amik ugye jelen pillanatban Pécsen nem úgy tűnik, hogy ez megoldott lenne. Én azért bízom benne, hogy az elkövetkezendő években még lesz arra lehetőség, hogy olyan mérkőzésre járjunk ki, ahol több ezeren lesznek a lelátón. A PVSK utánpótláskorú kosarasairól és az új csarnokról még többet megtudhat a Híradó után a Rajt magazin legfrissebb kiadásából. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Kiraboltak egy pénzintézetet Pécsett, személyi sérülés nem történt. Családi napot szerveztek a koraszülöttek világnapja alkalmából a szülészeti klinikán.
PVSK utánpótlás, kemény munka folyik az új csarnokban. Híradónk végén néhány szó az időjárásról, csapadékosabb időre számíthatunk. Az éjszaka folyamán megvastagodik a felhőzet, szerda reggel több felé várható eső. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 fok körül alakul. Napközben újabb csapadék várható és a keleties szél is feltámad. Visszaesik a hőmérséklet is, délután csupán 11-12 fokot mérhetünk. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra! A műsorvezetőt Láncos Benkő tíma öltöztette.